Köszöntöm nézőinket, Önök Telena magazinunkat látják, Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Megalakult az önkormányzati képviselőtestület, cél a fejlődés, a közös munka. Az ég tartja a hazát, Zsuffa Tünde író előadása a Tolnai Katolikus templomban. Kiállítás megnyitó, csodás festmények, textil szobrok. Megalakult az új önkormányzati képviselőtestület október 9-én. Balogh Zoltán polgármester a Tolna Városért Egyesület jelöltjeként nyert. Ebből a szervezetből 4, míg a Fidesz-KDNP-től 7 képviselő foglalta el helyét a testületben. Én kérem az Zoltán. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. A település fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Az alakuló ülésen a testületből többen is kihangsúlyozták. A cél az elkövetkezendő években továbbra is az, hogy a város gyarapodásáért, valamint a tolnai és mözsi emberek jólétéért dolgozzanak. Nagyon bízom benne, hogy a beadott pályázataink nyerni fognak, és azzal nagyon sok dolgunk lesz a testületnek is, a hivatalnak is. Mi mindig azt tartottuk, hogy a pártpolitizálástól távol tartjuk magunkat, az országos nagy politikával nem foglalkozunk. Tolnaváros fejlődése érdekében én úgy gondolom, hogy a két frakció tud együtt dolgozni, és nem lesz ezzel probléma. Folyamatosan egyeztetünk, és még ezután is lesz, meglátjuk milyen eredménnyel. Berta Zoltán frakció vezető kifejtette, folytatják azt a munkát a következő 5 évben is, amit ők és elődeik már elkezdtek. Szeretnénk, hogyha minél gazdagabb, minél szebb, minél jobban élhető várost tudnánk a következő években fejleszteni. Úgy érzem, az előző években is jó úton indultunk el, sok minden történt. Szeretnek az emberek Tolnán Mözsön élni, bizonyítja ez az is, hogy nagyon sokan költöznek mind a mai napig a városunkban. Szeretnénk ezt a töretlen fejlődést folytatni. Tovább. Természetesen a polgármester urat mindenben fogjuk támogatni, hogy ezek az elképzelések zökkenőmentesen megvalósuljanak településünk és az itt élők érdekében. Ideig is és ezután is ügyek mellett fogunk Tolna városában, az önkormányzatban politizálni, pontosabban dönteni, mondhatom így, mindenféleképpen a tolnai mözsi emberek érdekében. Ezzel korábban sem volt probléma, tehát nyugodtan mondhatom, az előző 5 évben is a két frakció maximális egyetértésben tudott dolgozni. Bár a képviselők nézőpontjai nem egyeznek meg mindenben, folyamatosan azért dolgoznak, hogy közelebb vigyék egymáshoz az álláspontjaikat, döntéseik pedig a település érdekeit fogják szolgálni. Zsuffa Tünde író az Ég tartja a hazát címmel tartott előadást a Tolnai Nagyboldogasszony templomban. Az író ugyanezt a nevet viselő könyve egy regény trilógia 3. része. A mű a 13. századi magyar történelmet dolgozza fel. Minden egyes regény valami fájdalmas megtapasztalásból íródik. Zsuffa Tünde író előadása a Tolnai Katolikus templomban. Zsuffa Tünde az Ég tartja a hazát című könyve 2023-ban jelent meg. A mű egy trilógia záró darabja, melyet az Ég tartja a földet és az Ég tartja a királyt alkotások előztek meg. A legújabb regény lendületes cselekménye cselsző és árványkodás és szerelem, zsarnokság, hűség és árulás útján gyilkos indulatoktól sem mentesen mutatja be a tatárjárás után újraépülő Magyarországot. Tulajdonképpen a kész tolnai csoportjának egy rendszeres éves programja, ez a templomok éjszakája. Na most erről azt kell tudni, hogy ez a katolikus templomban van, nem éjszaka nevével ellentétben, de mivel az országos templomok éjszaka, az országos rendezvénynek is templomok éjszakája neve, aminek egyik rendezvénye a mai, a tolnai
előadás is. Tulajdonképpen két programból áll, ünnepi szentmisével zárul, és előtte van vagy egy zenei rendezvény, vagy egy prózai rendezvény. Kiemelném talán azt, hogy az elmúlt évek során tényleg csak példálódzóan, hogy kiket hívtunk meg zenei program keretében, a Vagantes énekegyüttest, a Lózsányi Tamás orgonaművészt, prózai programok közül pedig kiemelném a Csókai András, illetve a Gőg Edit pszichológus előadását. A mai programunk is egy prózai program. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült Zsófa Tünde írónőt megnyerni, és azonnal igent mondott, elfogadta a meghívásunkat, és hát őt hívtuk meg. Ő egy nagyon népszerű író, tehát termékeny író, nagyon sokan olvassák a könyveit, és egyébként még azt kell róla tudni, hogy a 2 évvel ezelőtti Budapesti Eukarisztikus Kongresszusnak az egyik főszervezője volt, de mint író nagyon közismert. A regény ma is aktuális lehet, hiszen mint Saramó Márta mondja, a 13. századhoz hasonló a napjainkban is küzdeni kell a függetlenség, önállóság megőrzéséért. Szent Margit életén keresztül az az üzenete a ma emberének, hogy tulajdonképpen sosem kell elveszteni a reményünket, mert ha van hazaszeretetünk és van hitünk, akkor az ég megtartja a hazát. Úgy gondolom, ez az üzenete. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tolnai csoportja még 1995-ben alakult. Karitatív munkát végeznek, keresztény jellegű előadásokat, zarándoklatokat szerveznek. Tulajdonképpen egy országos szervezet, helyi csoportja vagyunk mi, mint tolnai csoport. 95-ben alakultunk, tehát jövőre leszünk 30 évesek. Hát mi nem politizálunk, tehát nem egyik politikai pártnak se vagyunk a tagjai, mi kizárólag a keresztény konzervatív értékrendet képviseljük, ezt szeretnénk megőrizni, továbbadni. Itt kiemelném a hagyományőrzést, tehát Tolnának, mint zömert katolikus település, 90%-ban nagyon sok katolikus jellegű szervezet volt, nagyon sok rendezvény volt, egyházi rendezvény, ilyen például a búcsú, vagy a Rémausz járás húsvét után. Tehát mi ezeket a régi eseményeket szeretnénk feleveníteni és továbbadni a utókornak. Saramó Mártát továbbá a Tolnai Szentháromság szoborról is kérdeztük, hiszen az építményt nemrég az ő kezdeményezésére újították fel. Pozitív a visszajelzés, és nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült összefogással megvalósítani az anyagiakat, és hát úgy gondolom, hogy elismerték, a város is elismerte, hogy tényleg sokat dolgoztunk, bár nem az én érdemem, én csak úgynevezett fénybegyűjtő voltam, meg egy magánalapítványt hoztam létre, hogy ez a szobor felújíthasson, de a város is elismerte, az év civil szervezete címet nyert el a Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítvány. Nagyon sok tolnai örül, és külön kiemelném az elszármazottakat. Még most is hívnak, hogy jártak ám Tolnán is, hogy megnézték a felújított Szentháromság szobrot, és köszönetüket fejezik ki, és nagyon örülnek, hogy ismét régi pompájában áll a város főterén a szobor. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Szeretnél egy szuper környezetben tanulni, ahol a színvonalas oktatás mellett az iskolai környezet már csak hab a tortán? Ahol minden nap az intézmény kapuit átlépve azt érezheted, hogy élmény a tanulás, örömmel tölt el ebben az iskolában való felkészülés, és a tudás elsajátítása a jövődre tekintve? Akkor itt a helyed a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium nyílt napjain. A 6 évfolyamos képzésnél október 4-én, reggel 8 órától, majd az ezt követő szombati napon október 5-én, 9-től 11 óráig várja a diákokat és szüleiket az iskola.
A 4 évfolyamos képzésnél október 11-én pénteken reggel 8 órától, illetve az utána következő szombati napon október 12-én 9-től 11 óráig van lehetőség felfedezni ennek a remek oktatási intézménynek a világát. Gyertek és álmodjunk nagyot együtt a Csodák iskolájában! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A Mozaik Alkotó Barátok Társasága megnyitotta legújabb kiállítását október 15-én a Mözsi Művelődési Házban. A szervezet tagjainak célja, hogy tanuljanak egymástól, szabadon, kedvből alkossanak, ezzel örömet okozva maguknak és minden műkedvelőnek. A kiállítást Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Központ vezetője nyitotta meg. Intézményvezetőként nagyon nagy öröm nekem és nagyon nagy hálás köszönöm nektek azért, hogy ide jöttetek a Mözsi Művelődési Házba, és itt alkottok közöttünk, hiszen ez a rendezvény is, illetve a programotok is a mi palettákat színesítik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és én úgy gondolom, hogy ezért mi hálával tartozunk nektek. És egy alkotóközösség kiállítását fogjuk most megtekinteni. Az alkotóközösség egy olyan csapat, aki az évek során a találkozási alkalmakból folyólag megtanul egymástól tanulni. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy van, aki szebben tud rajzolni, esetleg figurális ábrázolást végrehajtani, van, akinek jobban megy a perspektívának az ábrázolása, illetve valakinek jobban megy a színkeverés, és ezek a találkozási alkalmak nagyon jók arra, hogy egymástól tudjatok tanulni. És a tanulás mellett én úgy gondolom, hogy ugyanilyen fontos dolognak kell lenni a kritikának. Én úgy gondolom, hogy ha baráti közösség, egy alkotó közösség eljut arra a szintre, hogy már tudja egymás munkáit megmagyarázva kritikusan kifejezni, akkor ez is annak a tanulási folyamatnak a része, amiből soha nem lehet sértődés, hanem mindig csak a jó szándékot kell nézni. Koncz Antalné, a társaság tagja, festményei közül 3 képet hozott most el. Alkotói tevékenységéről beszélt nekünk. Már egy jó ideje festegetek, és erre a kiállításra elhoztam 3 képemet, amik, hát, a hajó, a csónakost azt azért csináltam, mivel a Duna mellett vagyunk, hát mondom, legyen egy kicsi olyan, aztán jött ez a kicsit, ez a mediterrán kép,
Hát ezzel is próbálkoztam, hogy kicsit visszaadja a hangulatot, meg a dolgot. Hát és az a tájkép, hát ez a szántás, vagy az buzás, hát ez egy nagyon nehéz kép volt, úgyhogy éppen most mondták a társaim, igen, mert nem egyszerű megfesteni, és hát még azért ezen kívül van jó pár képen. Mert ez a jó pár? Hát, olyan 40 darab körül, 40 darab körül. Hát igen, igen, most egy másikat csinálok, nem mondom, hogy stílust váltottam, de megjelentek most ezek a fajta képek, hogy egy női arc egy része, és a többi pedig ilyen virágokba áll a többi rész, a haj, meg a, tehát egy ilyen új fajta. Most azzal vergődök. Most azt csinálom. És hát vannak még, amik most újak voltak. Csodálkoztak is, hogy azokból nem hoztam. Mondom, most lássák ők is, hogy azért vannak másik képek is. Úgyhogy hát remélem tetszeni fog nekik. Akrillal szeretek festeni. Festettem olajjal is, de valahogy azzal nem boldogulok annyira. Mert ugye sajnálom az ecsetet, mert ugye olajjal festeni az egy külön dolog, mert ha beleszárad, az elfelejtem, ott marad, nem jó. Úgyhogy akrilla festek, úgyhogy azzal jobban boldogulok. Tehát, hogyha felkelek, ugye dolog van, akkor azért ott vízbe hagyom, nincs gond. Aztán a technikám, hát nem tanultam konkrétan festészetet, de voltam ilyen, volt nekünk itt kettő is, a Szabó bácsi, aztán a Szekszárdi Gábor, az egy festő, egy Szekszárdi, és azt hiszem visszajött, ő tanított bennünket, tehát így azért, meg egymás között, azért most is elmondták, ugye, hogy egy kicsit kontúrhibás a csónakom, de szóval így tanulgatom, de konkrétan vannak dolgok, amit jó lenne tudni, mert a zöld színnel egy időben nagyon vergődtem, mert az a valahogy nem akart zöld, vagyis nagyon zöld lett, olyan zöld, hogy mondták is, hogy hát a régebbi képeim, hogy azok zöldek. Úgyhogy volna, amit tanulgatnák még, vagy érteném jobban, mint például a kezelését ezeknek a különböző késeknek. Van itt egy társam, aki nagyon ügyesen használja. Én egyszer próbáltam, és minden volt, csak nem volt csík, vagy egy kis víz. Szóval vannak, amiket nem tudok. Itt összejövünk, itt is két hetente, és ugye akkor mindig megbeszéljük. És akkor itt ugye van, aki azt jobban tudja, akkor meglessük, vagy megbeszéljük, van egy, ott a másik, a Berci, hát ő a kép fákat rajzol, gyönyörűeket, és én is nagyon szeretem a fákat, meg a házakat, szóval én nekem ez a kedvenc témám. Most azért választottam egy kicsit másabbat is, mert a lányom is azt mondta, anyukám, te már annyi házat festett, én nagyon szeretem a házakat, a régi szép házakat, azokat a székelyházakat, tehát ezeket a más típusú, mint amiket mi itt látunk. Úgyhogy azokat, ezeket például alakot, nem sok képen, talán három képen van egy pár, egy székely asszony meg egy beszélgetnek, és akkor a másik két képen csak sétáló alakok. Tehát én ilyeneket nem is próbálkoztam, hogy én ilyen arcot, meg ilyesmit nem próbálkoztam vele. Csak így a tájképeket, ezeket nagyon szeretem. Úgyhogy jó lenne, ha többet tudnák, mert mindenem megvan hozzá. Ugye a vásznak, ecsetek, nagyon szeretem. Megnyugtat. És úgy beleképzelem, van több olyan ötlet, amit szeretnék. Vannak ezek a tavak, vagy átjárok, ezek a dolgok azok, amik igazából jobban hozzám, tehát kedvem, jó velük dolgozni.
Úgyhogy ez. Az esemény egyik különlegessége volt, hogy egy vendégkiállítót is meghívtak. Jankovics Mária textil szobraival érkezett, amiket most először mutatott meg a nyilvánosságnak. Tulajdonképpen Tolna megyei születésű, és itt éltem Tolna megyében 45 évig, így dolgoztam tanítónőként. Most Fóton lakunk, 96-ban költöztünk Fótra, gyermekvárosban dolgoztam, és ott is lakunk. A textil szobrokkal tulajdonképpen 3 éve körülbelül, hogy megismerkedtem az ő készítésükkel, és hát azóta művelem őket. Nagyon szeretem csinálni, kihívást jelentenek sok tekintetben, például, hogy egy mozdulatot, egy testtartást, vagy egy arckifejezést meg tudok-e valósítani ezekből az anyagokból, amiből a szobrok készülnek. Mindegyik szobornak van egy drótváza, az a csontváz tulajdonképpen, erre alufóliából kerül az izomzat, a test, és a ruházatot ezután teszem rá textilből. Van, amelyiket kiszabom és úgy öltöztetem, van, amelyiket pedig egy anyagból különböző formázással, az anyag redőzésével tudom elérni. A legtöbb szobornál azért a szabásvarrás is előkerül. Ezek a textil anyagok ragasztóba vannak mártva, és a ragasztóval száradás után átlátszóra szárad, kemény lesz, kőkemény lesz, és hát megtartja a formáját. Természetesen néha segíteni kell, hogy olyan alakban, mint például a Münchhausen várónál, hogy az a levegőben lebegjen az a kabát vagy a kabátúj. Ehhez különböző dolgokat még meg kell tenni, hogy úgy szárítsam, hogy az megfelelő helyzetben legyen. A legszélén ott láthatunk egy Münchhausen várót. Az irodalomból szoktam általában, meg a mesevilágából, meg a való életből meríteni a témát. A Münchhausen váró, hát az nagyon izgatta a fantáziámat, hogy egy ágyugolyon hogy fog tudni egy szobor repülni. Hát úgy tűnik, hogy ő élvezi a repülést. Aztán az életből vett témák vannak. Az idős bácsi, amelyiknek az a címe, hogy Nagy utazás, hát bármit belegondolhatunk, és ezt mindig a nézőre bízom, hogy ki mit lát benne, hogy valóban egy utazásból jön, vagy már az utolsó utazására készül, vagy bármi lehet belőle. A bohócokat nagyon szeretem, nagyon sokféle arcuk van, és sokféle dolgot tudnak kifejezni. Több bohóc szobrom is van ezen kívül. Ő egy életkép, tulajdonképpen az 50-es évekből való kép, amikor még a kukoricamorzsolás, meg a falusi paraszti munkák azért még javában folytak. Ők is kedvenceim, akár a nagyszüleim is lehetnének. A másik páros, hát az a címe, hogy Esőben, hiszen ugye ez a kisfiút ábrázoló szobor is esőkabátban van, valós alapja is van, mert a Hortobágyon jártunk az unokámmal, és ott megtörtént, hogy kapott egy csúzlit, és bár esett az eső, ő neki azért ezt a csúzlit ki kellett próbálni, és hát az én esőkabátomat raktam rá, hogy ne ázzon meg, és valahogy innen jött az ötlet, hogy ez egy jó mozdulat, jó testtartás. Az utolsónál pedig egy egyiptomi isten szobra, Hórusznak a szobra látható, belőlük is van már több is. Hát az egyiptomi isteneket ugye általában valamilyen állatfejjel és emberi testtel ábrázolták, és ez is nagyon izgalmas, hogy azokat az állatfejeket hogyan lehet megformázni, és hát öltöztetni természetesen. Hát itt a mozaik baráti társaságban
alkot egy régi ismerősöm, aki szintén falun beli volt, ő a Szabó Bertalan, és ő vele különböző, hát, hogy mondjam, különböző módon kapcsolatba kerültünk a Facebookon, meg egyéb ilyen közösségi oldalakon, és hát az ő révén ő látta a szobraim egy részét, és akkor ő próbálkozott azzal, hogy hát, hogyha lehetne egy kis bemutatkozást itt megtenni a szobrokkal. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!